én remek helyzetben vagyok, mert itt mindenki elmondta, és akkor már mindenkivel szemben megfogalmazhatom a magam álláspontját, ami talán tényleg el fog térni néhány ponton, azt gondolom. Azzal kezdeném, hogy egy pártprogram mindig csak a problémák felszínén hozott. Soha nem tud leérni. Mert a legtöbb esetben, amikor egy jól kiépített, stabil demokráciáról van szó, erre nincs is szükség. Tehát itt van a dolog lényeg, hogy nem pártprogramot belülni, mert ma más a helyzet szerintem. A program később következik. Akkor következhet, hogyha hát először is szembenézünk azzal a szituációval, amelyet itt mindhárman leírtatok, különféle módokon, de végül is ugyanazt a helyzetet írtátok le, és szembenézünk azzal, és akkor itt fog eltérni a véleményem, azt hiszem elég jelentősen, mondjuk Lengyel Lászlóétól, hogy mert szerintem rosszul tetted fel a kérdést, amikor arról volt szó, azt kérdezted, hogy és arról beszéltél, hogy az előző 20 év az mennyire folytatható, nem folytatható, hogy ez most arról szólt, hogy kelethez vagy nyugathoz csatlakozunk, nem erről szólt. Szerintem egyáltalán nem erről szólt. Ahogyan én látom a problémát jelenleg. Ez persze benne van, ott van benne az összes erre adott válaszunk abban a problémában. Szerintem a rendszerváltás utáni időszak az a kiszolgáltatottságok és a függőségek fennmaradásáról vagy megszűntéről szól. Erről szól a szolidaritás probléma szerintem. De hogyha jól megnézzük, akkor a 89 óta eltelt időszakból szerintem egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy semmilyen szolidaritás nem volt a magyar társadalom. Ennek a legjobb bizonyítéka az, ahogyan a keletkező kapitalizmus felszámolta a szakszervezeteket. Megszűntek, egyszerűen megszűntek a szakszervezetek. Szinte semmit nem tudtak elérni. Azt tudták elérni, hogy a vezetőik 20 éve ülnek ugyanazokban a székekben. Ez azért már jól mutatja azt, hogy mennyire életképtelen szervezetekről van szó. Meg azt tudták elérni, hogy jó néhány vezetőt azok a cégek fizetnek, akikkel szemben a munkásokat, a tagjaikat meg kéne védeni. Hát így aztán remekül tud működni egy szakszervezet. Tehát erről beszél, ez az eredmény? Nincs, nem létezik szolidaritás. Vagy mondok egy másik példát. Az, ahová a cigányságot mutattuk, így többes szám első személyben mindannyian felelősek vagyunk érte. Ahová a cigányságot juttattuk, az a szolidaritás totális hiánya a társadalomban. Ne legyünk már büszkék erre legalább. Tehát Mesterházi Attila tette fel a kérdést úgy, hogy ki kellett dobni. Ugye, jól emlékszem. Szerintem ki van dobva? Nem kell ezt már megkérdezni. Nincs mit kidobni vagy nem kidobni. Az Orbánizmus rendszere azért jöhetett létre, mert az a demokratikus szisztéma, amit 89-ben létrehoztunk, az szétvált. Orbán csak befejezi a folyamatot, durván, meg olyan lépésekkel, amelyekkel tényleg egyikünk sem számított, de csak befejezi. És ezért van meg a támogatottsága, mert már régen senki sem hisz, vagy nagyon kevés, és ezért nem volt, nincs meg a részvételi demokráciának az ellentüntetés része, mert senki sem hisz abban a demokráciában. Vagy van. Hol vannak azok a társadalmi csoportok az értelmiség bizonyos körein kívül, amelyek még hisznek a demokráciában Magyarországon. Tehát az elsődleges feladat nem egy pártprogramot írni, hanem egy olyan alapvetést elkészíteni, amely hihetővé teheti az emberek szám. Ez a negyedik köztársaság. Ez lenne a feladatom, hogy erről beszéljek. Tehát a hiteltelen demokrácia helyében oda kellene tudni állítanunk
a szocialista pártnak és minden demokratikus ellenzéki pártnak, legyenek azok, ha lennének konzervatívok, meg ha lennének megfelelő módon zöldek és így tovább, tehát együttesen oda kell, nincs külön. A programokban majd lesz különünk, de ebben szerintem nincs különünk. Mert különben nem fog létezni a negyedik köztársaság. Nem fog létezni semmilyen demokrácia ebben az országban. Orbán szépen kiépíti a maga diktatúráját, konszolidálja, és nagyon jól fogják érezni benne magukat az emberek, mint ahogy olyan nagyon jól érezték magukat a rendszerváltás előtt is egy jó ideig. Mert nagyon jól érezték magukat egy jó ideig, amíg az ellenfogott a hitel. Akkor kezdtük nem jól érezni magukat. Tehát a kérdés tehát az, hogy hogyan tudjuk hitelessé tenni a demokráciát. Tamás Pál írja, ha jól emlékszem a véleményében, hogy a szabadság nyelvén beszél az értelmiség, ugye? De hogy ezt senki más nem érti. De ez nem igaz. Csak fordítsuk meg. Mert ha van, aki nem érti a szabadságot, de érti a kiszolgáltatottságot, ugye azt a szót, az ugye a fordítottja a szabadság. Azt nagyon sokan értik ebben az országban, hogy ők ki vannak szolgáltatva. A munkaadójuknak, a polgármesternek, aki esetleg oly mértékben korrupciós összefonódásban van minden más vállalattal és egyebekkel a térségben, hogy rajta kívül, tehát az ő engedélye nélkül senki nem juthat semmilyen beruházáshoz. A korrupció az nem egy aprócska jelenség ebben a világban, a 89 utáni világban. A korrupció arról szól, hogy a rendszerek nem működnek, csak akkor terjedhet el a korrupció. És az emberek nem bíznak az intézményekben. Sokkal jobban bíznak abban, hogyha megvásárolhatják személyesen maguknak azokat a szerződéseket, jogokat, orvosi ellátást, akármit. Erről szól a korrupció. A korrupció a kiszolgáltatottság szintjét mutatja egy adott országban. Az, hogy milyen mértékben fogadják el az ember. És visszatérve egy picit a szolidaritás problémára, tehát én szerintem, ami leginkább hiányzott a 89 utáni két évtizedből, az a mindennapi demokrácia. Tehát megvolt a demokrácia, az intézményrendszerek, a jog, szabályok szintjén, hogy milyen minőségűek voltak, az egy másik kérdés, működött a az alkotmánybíróság és egyéb intézménye, de amikor a idézőjelben kis embereknek kellett volna érvényesíteni a jogaikat, akkor alig-alig védte meg őket valaki. És hogyha ez nem történik meg, akkor miért hinnének a demokráciával az emberek? Hát mit ad neki? Mit adott neki? Munkanélküliséget például. Ugye? Bizonytalanságot a konjunktúra ingadozásaival, és így tovább. Ezt persze ugye nem szeretik az emberek, tehát valamit kínálni kell. Valami olyat, amit igazából a bal oldal tud leginkább kínálni. És ez szerintem pontosan a mindennapi demokrácia, a kis emberek jogainak a védelme. Az, hogy nem elegendő a makrostruktúrák. Ezt ma már mindenki megállapítja, hogy a makrostruktúrák alá nem hatolt be a demokrácia. De mi kell ahhoz, hogy egy ilyen anyagot mondjuk, mert most hirtelen nem jutott eszembe sem, hogy mit mondjak rá, ugye, mert nem programáció, jól mondtam az elején, így aztán megfosztottam magamnak a megfelelő kifejezésről. Tehát mi kell ahhoz, hogy egy ilyet meg lehessen csinálni? Én azt gondolom, hogy a gondolkodásmód változása. Mert amíg azt hiszük, hogy elegendő néhány apró változást végrehajtani, addig minden ugyanúgy fog rendőrítálódni. Tehát olyan kérdéseket kell, tehát legelőször is szembe kell nézni saját magunkkal. Személyesen is, politikusként is, tudósként is, újságíróként, kinek hogyan, akinek több
szerepe a mondatok több szerepe. Szembenéznie önmagával, de általában is szembe kell néznünk önmagunkkal, hogy mi műveltünk. Mi csináltunk ebben az országban? Ezért írtam én a kritikámban, biztos nem emlékszik rá, hogy anélkül, hogy a szocialista párt ne gyakorolna kritikát önmaga tevékenységéről. Nem egyes kormányzati intézkedésekről van szó. Az kevés. A gondolkodás módja fölött, a korábbi gondolkodás módja, megközelítés módja fölött, ne gyakorolna kritikát, nem fog tudni kijutni abból a kártyúból, amiben van. Szerint meggyőződésem, hogy az emberek ezt várják. Ennélkül a kritika nélkül nem lesz hitelesítés. És itt nem egyszerűen csak személyekről van szó, mert ugyanaz az ember lehet hiteles, ha képes önmagával szembenézni. Akkor lehet hiteles. Tehát nem lehet ezt leegyszerűsíteni személyekre. Egyáltalán nem szerintem. Na, tehát ahhoz, hogy eljussunk a negyedik köztársaságig, végig kell gondolnunk az összes eddig magatartásunkat, gondolkodásmódunkat, alapelveinket, és újra kell fogalmazni. Tehát olyan formában, hogy azok hitelesek is, és érthetőek is legyenek. És hát persze aztán még jönnek utána a programok, hogy ezeket hogyan, de ennélkül nincs értelme a program. Mert, hogy mondjam, mert futóhomokra épül, és egyszerűen el fog merülni abban a futóhomokban, ami, vagy mocsárban, ez talán még jobb, ami ma jellemzi a magyar társadalmat, a politikai életet.